emberek által készített festékek, melyekkel a különböző felületeket vagy a ruhákat színezzük, idővel kifakulnak. Sok madár tollazatával azonban más a helyzet. A színük élénk és ragyogó marad. Vajon miért? A kutatók tanulmányozták a szajkó tollazatát. Rájöttek, hogy a toll színe alapvetően a szerkezetétől függ, és nem a benne található pigmenttől. A különböző felületek másképp verik vissza a fényt, ezért nem ugyanolyan színűnek látjuk őket. Mivel a toll szerkezete nem változik az idő múlásával, a színe is ugyanolyan marad. Ez a felfedezés új lehetőségeket nyit meg a tudósok előtt. Dr. Andrew Parnell ezt mondta: ha a természet ilyesmit hordoz a szárnyain, akkor azt mi is képesek leszünk előállítani. A tudósok megpróbálnak a toll felületéhez hasonló anyagszerkezeteket készíteni. Ha sikerrel járnak, a festékek nem fakulnak ki, és a szövetek többszöri mosás után is élénk színűek maradnak. Mit gondolsz? Vajon a madarak tolla, mely soha nem fakul ki, az evolúciónak köszönhető? Vagy tervezés eredménye?